Közel 200 diák perdült táncra Szabadkán a főtéren. Most egy keringőt láthattok. Brezovszky Roland és Tamara készítettek föl minket, és hetente két vagy egy próbánk volt. A végzősök hónapokon keresztül készültek a közös tánc előadására. Nagyon sokat készültünk, egész második fél évben minden pénteken tornaóra helyett táncot gyakoroltuk. Számomra nem okozott semmi nehézséget, mivel néptáncot tanulok, de viszont többieken látszott, hogy nagyon szeretnék, és nagyon akarják, és csinálják is rendesen, úgyhogy szerintem nagyon jól fog sikerülni ez a mai nap. A tanulóknak azonban ezzel még közel sem fejeződött be az év, ugyanis az ünneplés mellett a legnehezebb feladat még hátra van számukra. A diákok önfeledten és élvezettel adták elő itt a központban táncokat. Bár az érettségi még hátra van számukra, ez per pillanat látszólag nem zavarta őket. A táncot követően felröppentek a végzős diákok léggömbjei. A tanárok ezzel a programmal szerették volna elérni, hogy a középiskolások méltóképpen búcsúztassák az elmúlt 4 évet. Ez 4 évvel ezelőtt elhangzott egy közös gyűlésen, hogy mennyire szép volna, hogyha a diákok nem a szökőkútba fürödve ünnepelnék meg ezt a napot, hiszen ez egy ünnep, ez egy nagyon fontos dolog, egy korszak lezárul és egy új kezdődik, ez valóban ünnepként kell megélni, ennek egy más módot, egy keretet kell adni. Az akció sikeresnek bizonyult, a diákok örömmel mutatták be a sokat gyakorolt tánclépéseket.